Sziasztok, köszöntök mindenkit! Köszönöm szépen, hogy ezen az esős szombat délelőttön is eljöttetek mai sajtótájékoztatónkra, amit azért tartottunk fontosnak, mert nagyon úgy tűnik, hogy szegény KSH olyannyira szegény, hogy még a szegénységi adatoknak a publikálásához, közzétételéhez sincsen megfelelő állami forrása. Mi nagyon szívesen segítünk neki ebben a problémában, ha pusztán ennyi a probléma. És hogy hogyan tudna az MSZP segíteni, arról Bangóné Borbé Ildikó országgyűlési képviselőnket hallják. Köszönöm szépen, és én is üdvözlök mindenkit. Hiába titkolja a kormány a szegénységi adatokat, anélkül is tudjuk, hogy mekkora a szegénység, mekkora a baj Magyarországon. A nemzetközi felmérések segítenek abban, hogy még tisztábban tudjunk látni. De nap mint nap a saját szemünkkel is látjuk, hogy milyen nehéz helyzetben van ma a családok nagyobb része, és milyen nélkülözésben élnek a magyar gyerekek, miközben egyesek megmagyarázhatatlan vagyona halmozódik fel. A Központi Statisztikai Hivatal vélhetően a kormány kérésére talán az önkormányzati választások miatt nem hajlandó nyilvánosságra hozni a szegénységi adatokat. Már szeptemberben meg kellett volna jelennie annak az éves kimutatásnak, amely az uniós módszertan szerint mutatja be, hogy milyen Magyarországon a szegénység és társadalmi kirekesztettség helyzete. Hírek szerint a KSH-nak nincs pénze az információk megjelenítésére, ezért csak a választások után, novemberben fogják bemutatni azt, mekkora ma a szegénység Magyarországon. Az Unió statisztikai hivatala, az Eurostat, azonban már nyilvánosságra hozta az előzetes adatokat, amiket egyébként feltehetően a Magyar Statisztikai Hivataltól kaptak meg. Az Eurostat szerint egy év alatt 2013-ra 100 000-rel nőtt a szegénységben és kirekesztettségben élők száma, és a magyarok harmadának havi 65 000 forintja sincs. A világgazdasági válság kitörése óta, vagyis az elmúlt 5 évben folyamatosan nőtt a szegénység Magyarországon, miközben a legtöbb régiós országban csökkent, vagy stagnált a szegények száma az elmúlt években. Nálunk a válság kitörésekor 2008-ban 2,8 millióan éltek a szegénységben, ma már ez a szám 3,3 millió. Tekintve, hogy az Eurostat feltehetően, még egyszer mondom, a KSH-tól kapja a magyar adatokat, kitől is kapná mástól, elég furcsa, hogy nincs pénzük azokat megjeleníteni, legalább online felületen elérhető módon. Valószínűleg nem a pénz az oka, nem ezen múlik, hogy nem tették közzé. Persze tudjuk, nagy a valószínűsége, még egyszer elmondom, hogy a KSH nem ezekből az okokból titkolja ezeket az adatokat. Mi inkább arra gyanakszunk, hogy az önkormányzati választás előtt túlságosan kellemetlen lenne a kormánynak, az Orbán kormánynak azzal szembesülnie és szembesítenie a lakosságot, hogy Magyarország gyorsuló ütemben csúszik lefelé a szegénység lejtőjén. A KSH felügyelete is Lázár János alá tartozik. Ez mindent megmagyaráz. Felháborító, hogy egy olyan állami szervezet, mint a KSH, választási manipulációk eszköze lett a Fidesz kormány kezében. Itt idézném Lázár János elhíresült mondatát, akinek semmije nincs, annyit is ér. Lázár János nem akarja, hogy a KSH szegénységi jelentése nyilvános legyen, különben nem plakátolhatná ki a Fidesz kormány, hogy mennyire jól élünk, és a kormány mennyire jól teljesít. És a szegények száma, megint mondom, megismétlem, ma Magyarországon rohamosan nő. 2013-ra 100 000 emberrel lettek többen. A Fidesz kormány ezt akarja eltitkolni. Nem akarják, hogy az emberek megtudják. Közép-Európában egyedül nálunk nőtt a szegénység, mindenhol a környező országokban csökkent. Itt néhány adatot sorolnék fel, hogy mekkora a szegénység aránya a környező országokban. Lengyelországban 26%, Csehországban 14,6%, Szlovákiában 20%, és nálunk Magyarországon ez a szám 33%. Itt néhány
kutatóintézetnek az adatára hívnám fel a figyelmet, mert itt nem csak az Eurostat, hanem többen felhívták már a figyelmet, hogy hol tart Magyarország szegénységben és kirekesztettségben. A Tárkitól tudjuk többek között, hogy 2012-ben már jóval magasabb volt a legszegényebbek és a leggazdagabbak jövedelmi közötti különbség, mint a kormányváltás éveiben. Az UNICEF felmérés szerinti módszertan szerinti megállapítás minden második gyermek nélkülöz valamilyen módon ma Magyarországon. A Galluptól tudjuk, hogy a gyerekekkel rendelkező családok körében majdnem felével fordult már elő az elmúlt években, hogy nem tudták a szükséges élelmiszert megvásárolni maguknak és a családjuknak. Ma a családok 74%-a nem tud egy váratlan kiadást fedezni, ami 50 ezer forintot jelent. Ezt ma a családok 74%-a nem tudja teljesíteni. 64%-a a családoknak egy egyhetes belföldi nyaradást nem tud megfinanszírozni. Az OECD-től tudjuk, hogy annak ellenére, hogy nőtt a szegénység, mégis csökkentek a szociális kiadások Magyarországon. Az OECD által készített felmérés szerint Magyarország volt a legkeményebb a szociális kiadások megnyírbálásában 2009 és 2013 között, a GDP-hez viszonyítva 10%-kal csökkentette a kabinet ezen költségvetési kiadásokat, miközben azok az országok, ahol a gazdaság nem állt helyre, inkább növelték azokat. Az egyik legfrissebb jelentés is lesújtó képet ad az országról. A Bertelsmann Alapítvány a társadalmi igazságosság szempontjából vizsgálja az uniós tagállamokat. Magyarországgal kapcsolatban kiemelték, hogy aggasztóan negatív trendek érvényesülnek. A gyerekek és a fiatalkorúak 43%-át fenyegeti a szegénység és a társadalmi kirekesztés, és minden harmadik magyar gyermek súlyos anyagi nélkülözés közepette él Magyarországon. El lehet némítani a KSH-t, el lehet némítani az embereket, be lehet tiltani a szegénységről árulkodó statisztikákat. De a magát, a szegénységet nem lehet eltüntetni, semmilyen ügyeskedéssel, semmilyen manipulációval. A szegénység ma már mindegyikünkkel szembe jön. Szembe jön velünk, és orba vágja a magyar társadalmat. Csak Orbánék nem akarják ezt észrevenni. Orbánék nem a szegénység, hanem a szegények ellen küzdenek ma Magyarországon. Követeljük, hogy a KSH ne falazzon tovább a kormánynak. Tegyék közzé a szegénységi statisztikákat. Ha nem így tesznek, az összes szakmai hitelüket elveszítik, ami még maradt. A KSH minden munkatársa narancssárga pártkatonává változik. Magyarország pedig nem fog többet hinni egy olyan állami szervezetnek, amely a Fidesz utasítására közérdekű adatokat tart folyamatosan vissza.